A Magyar Diáksport Szövetség és a Diák Olimpiai Versenysorozat idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A jubileum alkalmából az MDS 6 sportágat magába foglaló fesztivált rendezett Debrecenben. A 3. korcsoportos atléták és az 5. korcsoportos úszók mellett a 4. korcsoportos labdarúgók, kézilabdázók, kosárlabdázók és röplabdázók küzdöttek a bajnoki érmekért és helyezésekért. Több mint 1500 diák sportolt ez alatt a 4 nap alatt Debrecenben, különböző sportágokban, ugye itt egy összevont labdajátékok döntő volt kiegészítve, az úszás 5. korcsoporttal, illetve az atlétikával, tehát azért mondom, hogy ez valóban egy nagy szabású volt maga a sportesemény szempontjából is, de mivel jubileumi ünnepségről beszélünk, nem csak a sportról szólt, hanem valóban egy ilyen fesztivál jellege volt ennek a hétvégének, diákolimpiai fesztiválként is futott, ami azt jelenti, hogy az itt sportoló diákok koncerteken, különböző olyan szolgáltatásokon vehettek részt, amely egy fesztiválhoz kapcsolódik, kipróbálhattak olyan játékokat, más sportágokat, amely nem a diákolimpiai mozgalomhoz kötődik, és emellett pedig jól érezhették magukat, baráti kapcsolatok szövődhettek. A megyebeli sportolók 4 éremmel, 3/4, 1/5 és 1/7 helyezéssel tértek haza Debrecenből. A megyei diákok szerencsére, és nagyon büszkék is vagyunk, hoztak haza érmeket. Van első helyünk is, második helyünk is, ez mind a 2 atlétikában került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Külön szeretnék gratulálni a dobogósoknak, 3. helyet is sikerült szerezni, és például úszásban 4. helyezéseket is hoztunk haza, amely a pontok szempontjából azt hiszem, hogy mindenképpen fontos. A 3. helyezett csapat egyébként a labdarúgásban, a Tiszaosvári Általános Iskola volt, ezt elfelejtettem mondani, nekik is szeretnék külön gratulálni. A tiszavasváriak fiú atléta csapata is a 3. helyen végzett. A Záhonyi Árpád vezér általános iskola diákja Gyüre Emese távolugrásban zárt a 2. helyen, a Nyíregyházi Kodály diákja Szabó Hunor pedig a 600 méteres futásban bizonyult a legjobbnak.